Szervusztok! Jó estét mindenkinek ezen a csodás vasárnap estén. Hát na! Hát ne kérdezzétek, hogy mi történt. Úgy éreztem, hogy egy kicsit játszunk, mert miért ne, és miért ne streamelném az egészet. Amúgy is most volt kedvem egy kicsit játszani ezzel a csodás PUBG-vel, úgyhogy úgy döntöttem, hogy most ezt streameljük. Mert miért nem? Nem volt betervezve, srácok, ez ilyen ad-hoc jellege, szokott ilyen történni. Hát ez van. Ja, Istenem. De az örülök, hogy örültök, srácok. Nem tudom még, hogy meddig játszunk ma. Ne számítsatok olyan 3-4 órás streamre. Ez egy rövidebb stream lesz, csak egy kicsit játszunk. És mondom, tényleg úgy voltam vele, hogy milyen ezt streamelném, ahogy játszok. Hát most basszus, srácok, nyomjuk, aztán fasza lesz. Gyakorolni kell, mint az állat. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy ennyi a pillanat. Na, szóval, köszönöm szépen a sessionon kívül, akik feliratkoztak. Ente Jéger, Seradrián, Next Day Walker, köszi szépen a feliratkozást is. Bakos Lászlóra pedig össze a 7 hónapot, Kézműves Csatakolibrinek a 2 hónapot, Singolónak a 2 hónapot szintén. Hajrá Jani, folyjon a vér, és Levi vers, innen megyünk a trónok harcát nézni 3-kor. Na! Hát micsoda program! Ez egy vacsora mellé szóló gyakorlatilag mészállás lesz ma, srácok. Nyomjuk, a múltkor nagyon megtetszett nekem, megéreztem a vérnek az ízét, vagy hogy mondjam nektek, az egész one versus squad, hát opció. Úgyhogy ma ezt fogjuk tolni, csak ezt. A tigris versus a squadok, mert hát így lehet gyakorolni, na. Úgyhogy gyakorlási zon, legyünk egyre jobbak, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Ennyi. Ennyi. 3 perc, várjál, Réka, csináld meg a popcornt, addig beállítgatom itt a dolgokat, csináld meg a popcornt. Nyomjad neki. Nyomjad. Annyit megvárunk. 2 perc alatt kész a popcorn, Réka, nyomjad neki. Nyomjad. A 12 kill ma megdől? Hát remélem, a 12 kill a múltkor az nagy rekord, de na, nyomni kell. Örülök, hogy tetszett nektek, srácok, nekem is nagyon tetszett, tényleg. Na, srácok, bár kevesen vagyunk itt, de látom, hogy már most itt a kevesek között is felmerült a kérdés. Szankó Péter, valószínűleg Szankó Péter kérdezi, hogy mi van az Indigóval, vagyis mi van a Fahrenheit-tel. Srácok, nagy hír, elmondom nektek, a jövő hét folyamán a Walking Dead és a Fahrenheit Indigo Prophecy-nek is a vége fent lesz a YouTube csatornánkon, a main csatornánkon. Megígértem nektek, most a hétvégén végigjátszottam őket, ott lesz mindkettőnek a vége, úgyhogy zsír, srácok. Remélem, hogy vannak itt olyanok, akik nézik azokat, de ja. Úgyhogy azok is meglesznek, és ugye vasárnap meg jön az Observer, és azt is nyomjuk. Úgyhogy srácok, nyugi van. Everything is under control. Passzák vagyunk. Ennyi. Ja, Istenem, váljátok, már lemaradtam. Smalduban, köszi szépen a csírt estére mindenkinek. Jól esik egy kis csirke. Az biztos. Kuldoxos, köszi szépen a feliratkozást, Lord Trashpanda, neked az 5 hónapot köszi, nagyon-nagyon köszi. Ruben, haver, feliratkoztál? Cső! Köszi szépen a feliratkozást, Ruben, és bocs, hogy még nem válaszoltam neked Discordon, de fogok. Ráadásul én kerestelek először, és úgy nem válaszoltam, úgyhogy bocs, de mindenképp Ruben, foglak keresni valamivel kapcsolatban. Szabó Bianca, sziasztok, szia Jani, remélem direkt akartál szívritmus zavart okozni, mert sikerült. Tojad Jani, csak a top 1. Szabó Bianca, hát örülök, hogy így örülsz ennek a kis meglepinek. Nyomjuk. Wormgut, gyerünk, tigris csapjad neki. Vasárnap este nem lesz. De itt minden lesz. Wormgut, minden lesz. Kalmihi. Üdv, surprise Jani, hatalmas nagy császár vagy, hogy megint tolod. Gigaraj, köszönet érte, jó vadászatot tigrom. Köszi szépen, nyomjuk neki ezzelre. Na, egyrészt egy gyors csekkolás, hogy minden működik-e. Én nem lepődnék meg, hogyha nem, de nézzük meg. Működik, yes, működik, na, nyomjuk, cső Azmó, cső. Na, nyomjuk neki ezzelre.
Azt mondja, hogy van versus squad is on. Yes, let's play. Srácok, kezdjük. A menetrend az nagyon fontos, ott van benne, hogy mi lesz jövő héten. Ez csak egy ilyen kis plusz, srácok, erre nem számított senki. Peti, nagyon szépen köszönöm a 3 hónapos feliratkozás neked, köszi. Nem bírtam ki hétfőig. Legközelebb szerdán lesz PUBG stream, szóval végül szerdáig nem bírtam. De nem erről van szó, tényleg. Amúgy is úgy voltam vele, hogy játszani kéne kicsit este. És úgy voltam vele, hogy most miért ne streameljem itt nektek, hogyha akik ráérnek, ez egy ilyen kis plusz. Nézzük, hogy hogy pörög itt a cucc. Kíváncsi leszek. Nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy nyomjuk. Tehát megint, ahogy mondtam nektek is, a címben is benne van, a squadok ellen nyomjuk, gyakorolni kell, mert hát potétó van. Szóval az van, ez az igazság. Sziasztok, szia Ricsi! Igen, ez egy ilyen kis, hát, előre nem tervezett kis mini stream, igazság szerint. De mondom, srácok, ne gondoljatok semmi nagy dolgot ezzel a streammel kapcsolatban. Egy kicsit játszunk, aztán nyugvóra térünk, és holnap reggel a happy hour-be folytatjuk. Aki kérdezi, hogy mi az a füles, a stream alatt van a gombok, nyom rá a gear nevezeti gombra, vagy írd be, hogy felkiáltója setup? Azt hiszem, az a komandja. Meglátjátok, hogy mivel nyomjuk, gyakorlatilag fenn van a honlapunk, és a mivel nyomjuk részt is ott van a fülest, egyébként egy Sennheiser HD 700-as. Na, de mindenképpen tanuljatok, a parancsok azok nagyon fontosak. Na nézzük, hogy hova ugrunk. Azt tanultam a múltkor ezekből a... nem kell 500-szor beérni, srácok, hogy setup, ez nagyon fontos, srácok, ne kezdjétek el, vasárnap este van, ne kezdjétek ezt el. Egyszer kell beírni a komandot, egyetlen egyszer kell beírni a komandot, és utána fél percig nem tudjátok beírni, mert időzítve van. Ezt azoknak mondom, ezt most elmondom, mert még ma nem mondtam, de tényleg így van. Tehát egyszer beírod a komandot, megjelenik a link, és utána fél percig, tehát fél percig hiába írkáljátok az adott komandot, mert nem fog megjelenni semmi. És gyakorlatilag, hát mindenki hülyének néz titeket, akik írkálják egymás után, de... persze, hogyha ezt élvezitek. Először hülyének nézünk titeket, aztán pedig mindenkit kibannolunk. Mármint, hogy nem, viccelek. Na, kezdjük a játékot. Yes. Pisztolyunk már van. Szóval, arra jöttem rá itt a squadok elleni harcból, hogy itt érdemes... persze úgy is lehet játszani, hogy bele a közepébe is ilyen ninjon-szerűen megölni mindenkit, már az elején. Csak az elején, mivel hogy nem fix az, hogy jó fegyverrel fogunk kezdeni, ezért érdemesebb egy kicsit távoli helyet választani, ahol nem biztos, hogy megfelelő a loot, de kellő mennyiségű szerencsével egyébként, jaj, feljebb veszem a hangerőt, kellő mennyiségű szerencsével egyébként megoldható az, hogy jól járjunk. Tehát, hogyha mondjuk itt az elején már találunk egy M4-et, vagy hasonlót, akkor egész sok esélyünk van. És kevesebb a kockázat. Na, ez két ház volt, van még itt egy pár, körben benne vagyunk, viszont ez egy lehetséges hely lehet azok számára, akik szeretnének minket kicsinálni. Érdekes, jó a kör. Na nézzük, valami komolyabbat adj nekem játék, léci. Mutasd meg nekem. Gyerünk. Quick draw. Köszi szépen srácok, mindenkinek a sok cheert meg a donateket. Be fogom olvasni a mindegyik kör között. Ez a szokás. Két kör között olvasgatjuk őket, de nagyon szépen köszi tényleg mindenkinek, és kösz a türelmet. Hát igen, srácok, egyébként ez egy teljesen másik játék így, megmondom őszintén. Itt tényleg kell rendesen taktikolni, és nem szabad ilyen hülyeségbe belemenni, úgyhogy ez gyakorlatilag egy ilyen, hogy is mondjam, oktató jelleggel is játszom saját magamnak. Hogy kicsit visszább vegyek a lendületből. Persze néha azért így is belefutok ilyesmibe, de na, ez ilyen. Akkor ebben a házban gyakorlatilag nem volt semmi zsír.
Mi ez itt? Semmi extra. Az így nem indul annyira jól. Ez így nem indul annyira jól. Csókunk az van, ez a sotival kábel, hát közelre végül is egész jó. Mondjuk ez quad ellen kevésbé. Ezek nagyon jó cuccok. Bassza meg, és nincs mire rárakni. Melyik ház? Ebben még nem voltam, még egyet kihagytam az elején. Zsömle, nagyon szeretem az FPS módot, de ma most azt hiszem, hogy csak ezzel fogunk most játszani ma, ezt erőltetjük. Aztán majd szerdán is lesz PUBG, akkor viszont lehet, hogy csak FPS lesz, mert nekem is amúgy nagyon-nagyon tetszik az FPS. És most akartam egy pár ilyen kört nyomni, mert múltkor nagyon vicces volt. Ez a konténer lenne? Így fel van jelölve a térképen. Basszus, nagyon durva. Tényleg meg van jól jelölve. Nincs benne semmi. Jó. Maradt egy ház, amit nem néztünk meg. Gyorsan megnézzük, aztán megyünk tovább. Igazság szerint ez egy elég fos kezdés most így. Az a kis shed, ugye? Azt nem néztem meg. Azt hiszem. Na nézzük. Ott egy drop. Lehet, ezt is megnéztük már. Na mindegy. Oké, arra van egy nagy ház a mező közepén. Az végig kéne futni a mezőn ahhoz, hogy valamit csináljunk. Úgyhogy én arra szavazok, hogy menjünk, nézzük meg ezt a helyet. Viszont pont erre lesz a drop. Hát ez... kevésbé szerencsés. Na nem baj, eljövünk erre. Srácok! Elég messze van az a drop, hát ha nem... gázos. Csak az a kérdés, hogy vajon itt ennél a résztél ide ugrottak az elején, mert nem figyeltem. Lehet. Majd menjek el a dropért és találok benne egy azmót. Mert az durva lenne ilyen mármint egy autó drop, vehicle drop. Egy helikopter, vagy tényleg a repülőgépből esne az. Vagy valami nagyon baszó. Tényleg, valami nagyon kúrógép, ilyen valami rohadt gyors cucc. Az nem is lenne rossz. De tényleg. Na nézzük, srácok, hogy mennyire kedvel minket most a szerencsénk. Vagy mennyire nem. Itt is vannak házigók, ezeket is érdemes lenne megnézzük. Kiesne egy tank. Hát még ez egy kicsit OP lenne a tank. Nem ilyesmire gondoltam, de egyébként nem rossz ötlet, az se egyébként. Tényleg. A tank se rossz. Forma 1-es autó. Ja, valami, de nem pont Forma 1-es autó, de valami gyorsabb cucc, vagy nem is tudom. Jesus. Rámítok Steamen, ezért ritka pillanatok egyike. Ó, a basszus, de megijedte, azt hittem, hogy valami jó fegyver, de nem. Azt hittem, hogy fasza. Mennyi megnézem ezeket a házakat. Alapvetően ez volt a terv, hogy ide jövünk. Játék, adj nekem egy M16-ot, vagy egy M4-et, vagy valamit. Please. Kell nekem egy jó fegyver. 30 lőszernek is örülnék, esküszöm. Red dot, needed. Az mindenki. Tovább. Srácok, ez nem tűnik túl jónak ez most ez a kezdés, de... Ó, mi ez, hogy itt egy ilyen... A mező közepén egy 8-szoros scope. Itt egy Uzi. Legalább ez is egy UMP lenne. Jetpack. Na, az például tetszene. De tényleg. Jetpack az menő. Extended meg pisztoly. Ez miért? Mikor vettem én ezt fel? Ez most nem kell. Jó, lesz egy Uzink is. Jobb, mint a semmi. Jó. Mondjuk az Uzihoz lenne egy... Silencer az. Az úgy kinda. Kinda jó.
Bocsánat. Ó, basszus. Hogy te levelkedte, Sapi. Az mindenképp fasza. Extended, várjátok, az Extended az Uzihoz az fasza. Kicsit több van így benne. Hát mehetünk is tovább, itt ez ennyi. Jó. Félek, hogy átjönnek ide egyébként, akik legalábbis rámentek a dropra. Hopp, egy kettes táska, abban a pillanatban kettes táska. Hoppá! Na itt, tudtam, hogy 30 lőszerre fogok kapni egyet. Akkor viszont fuck the Uzi, meg a 90 mm-es lőszer. Nekem most ő kell. Hát egyelőre rárakjuk akkor őt. Így. 556-os lőszer kurvára kellene. Ca-ca-ca. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Pen. This is a pen. Oh yes. Abba a házban nem voltunk. Gyerünk, 556-os lőszer, adjál nekem. 556-os, gyerünk. Nem stun grenade. Stun grenade nem kell. Kurvára nem kell stun grenade. Bullet loops. Tessék, ai. Ai a sotina. Azt mondjátok, az M16-án egy jó fegyver. Nem rossz egyébként. Csak több lőszerrel elég jó lenne. Ó, várjál, szupresszor. Ez viszont itt a squad game-ben nagyon-nagyon-nagyon jól jön. Jó, hallottam, hogy? Nem. Úgy hallottam, hogy van valaki, vagy jön valaki, de nem. Ó, de kára nincs lőszerünk, bassza meg. Most tényleg nagyon kár. És nézzétek meg mennyi... Ó, az a csíkpelet felveszem, sose lehet tudni. Ó. Hát, nem tudom, menjünk arra tovább, azt mondom, srácok. Hopp. Menjünk tovább. Jaja. Nem tudom, hogy arra vannak-e. Hát ez kiderül. Van itt egy UAZ, de most az UAZ most nem is kell. Most nem kell autó. Átgyalogunk, vagy átfutunk. A pen? Srácok, a pen az arra való, hogyha hátulról lőnek, nagy eséllyel találják el a testünket, és a pen az elég jól szó szerint levédi a golyókat, tehát lepattan róla a lövedék. Itt átváltunk egy kis red dotra, srácok. Meg... Furcsa. Ez furi? Nem volt itt senki. Ha. Úgy néz ki. Oh yes! Oh yes! Na ez, na most van. Nem baj, nem baj. Eldobjuk a shotinkat. Kompenzátort rakjuk az AK-ra. Jó. Várjatok, így viszont lehet, hogy a nem is a kompenzátort rakom rá, hanem inkább a őt. Mr. Opa. Sőt, ja, kicsit felturbózzuk az AK-t. Megcseréljük, mert több a lőszer, csak azért. Ő lesz a lövöldözős haverunk. Ez az. Még egy kis vertical foregrip. Ez nem igaz. Bassza meg. Csere van, srácok, csere van. Ezen rajta maradt a íz. Várjátok. Rajta maradt a fegyveren? Nem lehet. Nem. Nem maradt rajta. Jó, csak bug. Ó, ez viszont így fassa, amúgy. Akkor viszont back everything back. Add csak ide magad. Így. Kenjünk neki. Kompenzáltatok, akkor viszont visszarakom az AK-ra, srácok. Bocsi, hogy itt így variálok. Jó. Szépen menjünk tovább.
nézzük még, mik vannak itt. Meglepik. Van lassan kezd, jó, ez most ugye már egész fasz, hogy megtaláltuk ezt az AK-t, meg a M416-ot. Most ha csak nem kéne belefutni egy csapatba, így szemtől szembe, az nem lenne jó. Még lőszer az AK-ba. Kicsit csekkolom már, hogy mi újság van odakint. Sokan élnek, még mindig. Valóban dél-kelet felől jön a lövés, de valaki van még itt. Mármint, hogy errefele. Szerintem itt vannak. Ezen a dombon itt vannak. Azt mondta, hogy ez egy ember, de nem. Erre jönnek a lövések. Csak nem látunk rá jól a területre. Csekkolom. Közben járművekkel is mennek össze-vissza. Meg kéne találni őket. Ja, srácok, igazság szerint azért vettem fel az M416-ot az M16A4-es szemben. Hivatalosan egyébként túl sok értelme most... Hoppá, észre se vettem. Taktikáztok. Most jelenleg túl sok értelme egyébként nem volt. Akkor érdemes leváltani, hogyha mondjuk a második fegyveretek mondjuk egy sniper, hogy legyen egy olyan fegyveretek is, ami van full autó mód, mert közelre az hát biztosabb. Szóval alapvetően akkor érdemes leváltani, de valamiért jobban tetszik nekem ez a fegyver, jobban ki lehet stabilizálni a kiegészítők miatt, de pontosabban lehet vele lőni. Ennyi az oka. Úgyhogy azért is elraktam a hangtompítót, mert mindjárt meglátjuk, attól függ, hogy alakul a helyzet, ezt hamar le lehet cserélni. Mert hogyha messzire kell lövöldözzünk, akkor át fogom rakni értem szerint az AK-ra. Az AK viszont szerintem messzire jobb. Többet sebez. Nem nagyon látok senkit. Ami fura. Jó, mondjuk eléggé a kör közepén vagyunk, valószínűleg ez az oka. Az a következő szűkülés már most izgis lesz. Izgisebb lesz. Mert addig csak itt rohangálok össze-vissza. De mindenképpen próbálnék valaki felé orientálódni, a hangok felé. De nem nagyon hallani most senkit. Mivel most ki fogunk menni, valószínűleg át is rakom most az AK-ra a cuccost. Aha, hogy alak? Ó, nagyon szép, nagyon jó. Itt srácok, itt lesz action. Lesz bizony, itt sokan fognak jönni. Itt most nagyon sokan fognak jönni. Maradjunk is itt egy kicsit. Haha. Megy a lövöldözés ezerrel, itt erre. Fele, de hol? Ez elment. Itt viszont, erről viszont volt valami. Action.
Azt nem tudom, hogy a házak túlüvöldöztek, vagy kicsit távolabb. Pontosan nem tudom. Az a bug is zavar engem, hogy nem hallottam, hogy meddig ment. Amíg ez ilyen. Több mint valószínű, erről is fognak jönni, erről szinte biztos, hogy fognak jönni, már eleve most eljött a bugi. Annyira nem fasz a kilátás most. Jön a drop. Feljebb jövök. Picivel. Azt is pedig elkaptam őket. Nem baj, hogy menjenek. Az is elmegy. A fenébe. Mindenkinek fröcsög a vére, de nem halnak meg. Kurva élet. Elég sok zajt csaptunk már a musrácok, szóval... Fura, hogy még nem öltek meg minket. Összeszűkült a kör. Na nézzük csak, mi újság van itt erre. Egyelőre senki sehol. Pedig erre kell majd jönniük azoknak, akik erről jönnek. Az mi volt? Az mi volt az a kis pici kis szar? Oké. Itt megy a fight, rendesen megy. Várjátok csak. Ezt itt le kéne trekkeljük, hogy hol van. Hol van egész pontosan a fájt? Aha. A házból lennének még. Az jó lesz. Az jó lesz, hogy ott vannak. Na nézzük. Igen, erről fognak érkezni. A kérdés az, hogy erről érkeznek-e közben a hátam mögé. Ez mindig nagyon fontos. Srácok, aki kérdezi, hogy mi van ma, vagy mi lesz ma, ott van a címbe egyébként. Ma nem lesz semmiféle duó.
kell jöjjön, valahol itt kell jöjjenek. Elindult a kör. Ott, aha, ott vannak. Na basszus. Hát ezt elkaptam bizony. Az a baj, fel fog jönni a dombra a másik. Csere. Ez itt close lesz, figyeljetek. Hol lettek? Aha, ott. Hát ezt elcsöztem, elfutottak mellettem, és észre sem vettem, ez a baj a búzával. Ah, na mindegy, menjünk tovább, megyünk tovább. Jaj, ez a top, nem tudom miért vagy, bocsi. Hát ez nem volt túl eseménydús. De na, nyomjuk tovább. Nyomjuk tovább, srácok. Van külföldi streamer alter egóm, tényleg? Bassza meg. Srácok, hát hogy ne lenne jobb a kövi? Hát mondtam nektek, ez az a játék, ebben rendesen bele kell melegedni. Ez nem megy az úgy, hogy így rögtön. No, no. Na, igen, mondtam nektek, hogy olvasom a cuccokat, úgyhogy így is lesz. Peti, köszi szépen a 3 hónapos feliratkozást. Maximilian White, hajrá, toljad, jó lesz. Feleségem kérdezi, hogy nincs-e gond belőle, hogy most tolod. Nincsen gond belőle. Valaki, aki 6 hónapizon, csak így tovább. Köszi szépen. Miniszter, juhú, 1 hónapos a The VR baba. És tényleg, miniszter, köszi szépen a feliratkozást, a 10 hónapot, köszi. Fieldnut, kellemes meglepetés, János, Tigrisi Zon, köszi szépen a csírt. Szuló 96, nagyon szépen köszi a feliratkozást. Máté Demi, ahogy a múltkori többszörös teamkillekből kiderült, attól még, hogy többen van, a nem biztos, hogy többet látnak. Máté Demi, maximálisan egyetértek veled egyébként, ja. Jaja. Medogorgon. Medogorgon. Balatonról frissiben visszatérve egyből beleszaladok egy PUBG live-ba. Köszi a rengeteg munkát neked és Pistének is, csak így tovább. Ja, és szedd össze őket, Tigris. Szedd őket, Tigris. Medogorgon, összeszedem őket. Össze lesznek őket. Össze is szedem őket, és szét is szedem őket. Nem tudom, miért ragadt így rám ez, de mindegy. Dom, kösz szépen a 9 hónapot. Csak így tovább, cső, Ádám. Kösz szépen, Dom, köszi. És Juri, neked meg nagyon szépen kösz a támogatást, haver, köszi. Na srácok, menjünk egy kis merészebb kört. Én úgy érzem. Nyomjunk egy merészebbet. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Nézzünk egy ilyet. Srácok, akinek még mindig új az új fülesünk, a honlapunkon a Mivel Nyomjuk részt ajánlom nektek. Ott van, hogy mi ez a füles. Egyszerű az oka. Alapvetően az enyém az már félig meddig tönkrement. A Pisti meg... Én nem ment tönkre, de le akartuk cserélni valami komolyabbra a fülesünket. Egyszerű, ennyi az egész. Na nézzük, újságon itt. Ez mi volt? Akarom kérdezni, ez mi volt? Ez mi volt ez a robbanás? Mert hogy nem gránát, az biztos. Ez mi a szar volt az előbb? Zsír. Police Vest 2. Oh, yes! Ez az játék, szeress engem! Nagyon durva volt az előbb, nem tudom mi volt.
van táska is, very, very important. Most itt mi megy? Kemény. Hello! Csak bemutattam, hogy itt vagyok. Én még most tovább megyek itt erre. Nézzük, bíjúság. Vannak-e itt? Nem hiszem, amúgy. Hopp. Te kell lesz nekem. Későbbre. Mindjárt itt kilutoljuk ezt az egyházat, és én megyek is tovább. Nem akarok tovább itt maradni. Mármint az iskola irányába, megnézzük, hogy kiből mi maradt ott. Köszi szépen, srácok, egyébként, hogy ilyen sokan itt vagytok. Így este, vasárnap este, tényleg köszi. Ki sem volt írva meg semmi, úgyhogy nagyon szépen kösz. Várjátok, már bandage-en meg nincs is, miért nem vettem fel? Kell bandage. Tovább. Nem láttam senkit, és nem figyeltem, hogy ide ugrott volna bárki is. A menetrendet, srácok, hát rányomtok az események fülre, itt a Twitch-en belül, úgy tudjátok lecsekkolni, vagy angolul events, vagy lent a stream alatt a gomboknál megtaláljátok a menetrend nevezetű elég nagy, hatalmas gombot. Ha mobiltelefonról néztek minket, akkor az infóra kattintsatok a Twitch alkalmazáson belül a csatornánknál, és az infón belül találjátok meg a gombot a menetrendhez. De mobilon egyébként nem lehet megnézni, úgyhogy mobilon az asztali verziót nyissátok meg, és akkor megnézhetitek a menetrendet gond nélkül. Nem lesz semmi gond. Olyan informatív vagyok ma, nem tudom, mi van velem. Nem szoktam ilyen lenni. Így állnak a csillagok most. Most nyugi van. Jó, menjünk innen tovább. Ugye milyen durva? Nem tudom, mi van. Na, irány az iskola, srácok. Ha túlélem az utat, addig. Álljátok csak egy picit. Ó, basszus. Miért hittem én azt, hogy itt egy uaz? Már képzelődöm. Milyen koszos a kamera? Mármint, hogy tényleg. A játékban. Ilyen koszos. Foldos. Oh yes. Suppressor SMG-re. Yeah. Yeah, yeah, so great. Na, mi van itt a suliba? Tudjátok, kiket utálok a legjobban? És többször előfordul, és streamen kívül, mikor játszok, azokat a squadokat, akik bekempelik a sulit. Basszus. Ettől kész vagyok. Pedig vannak ilyenek, majd mindjárt lehet pont most belefutunk egybe egyébként. Vannak itt. Az ott egy M4? Ja. Nincs hozzá lőszer. Itt lootolgatnak rendesen a srácok, hello. Na várjatok. Lootolgatnak bizonyos srácok a kurva életbe. Hű, itt mi van?
Sorry. Itt vannak a... most már tudom. A suliban. Mármint ugye a teremben. Oh-oh. Az van, hogy megpróbálna szerintem megkerülni engem. Most. Meghallották, hogy Mizu is. Nem baj, van egy energy drinkünk. Kérdés az, hogy mit csináljunk, srácok? Meglepi be, ugorjunk ide be, vagy... túl feltűnő? Gránátom az van. Ha? Nincs itt senki. Na várjatok. Jaj, ezek egymásra lőttek. Várjatok, lehet, hogy egymásra lőttek odakint. Jaj, lehet, hogy bevárnak, az is lehet, de szerintem egymásra lőttek ők, és szerintem az utolsó életben maradt embert öltem meg. Vagy legalábbis most ez a tippem. Viszont akkor loot time. Ha csak nem. Nem. Nem, tényleg úgy volt, ahogy... jól sejtem. Egymással lőttek a srácok. Hú, mennyi AK lőszert, jó ég. Zsír. Flash Hider is nagyon jó. Red Dot. Jó, jók vagyunk. Vegyünk is kell. Látok, srácok, mindjárt bepörgünk, itt nem lesz itt ezzel gond. First aid-et kell nekem. Ó, ő is kell mindenképp. Ajaj, várjatok. Az a helyzet, hogy most így meg már nagyon menő ez a cucc. Csak őt átrakjuk ide. Őt eldobjuk a picsába. Kell nekem helyett a scar. Please. Kösz. És most kell nekem a red dot a scarra. Meg ő kell rá. Meg mi kell még? Pen is kell. Thank you. Thank you. Hoppá, várjatok. Ő is kell, jó. Tovább. Haver, mi van nálad? Yes, give me everything. Ez ő nem kell például, meg most már ő sem fog kelleni. Lőszert adj, az a legfontosabb. Jó. Jó. Ó, várjatok. Egy. Aha. Semmi gond. Semmi gond. Fentről lőttek a hegyről, ugye? Aha, onnan fentről lőttek. Ki, szétlőtték a izét. Nincs gond. Aha, csak el kéne menjünk, mert különben megölnek. Az nem a Pen volt, Levi, én is azt hittem. Az nem a Pen volt, képzeld el, hanem a kocsiba lőttek, de jó tipp. Van 8 energy drinkem, az mindenképp király. Rohadt lassan lootolok, tényleg? Sok volt a loot, az a helyzet. Na nézzük. Hogy mi újság, hello haver, te ott vagy fent, yes. Ott. Aha. Hogy mennek előre, pusholnak? Ott van, kapja, kapja rendesen. Mennek szépen előre. Kikelték túl? Egy másik csapattal harcoltak, csak azért mondom. Tere,
tip tip tiri tip 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 tiri tip tip tiri tip 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 tiri. Igen. Srácok, mi újság van, hello? Kilőtt rám, és miért? Hello? Ha! Oké. Kicsit itt körözünk egyet. Körözünk egyet, srácok, és megyünk itt egy... gyakorlatilag az Aquabird felé. Csak itt, ezen a mezőn összefuthatunk nem egy squaddal. Amiből persze nem mindig sül ki jó dolog. Azok holva lettek, akik lövöldöztek engem? Valaki rám lőtt onnan. Ez 100%, de 1000%. Zavar engem, mert ők ott futnak végig, gondolom. Uh-huh. Na jó, tovább. Hát srácok, ez itt egy ilyen open field, úgyhogy most, hogyha valaki ránk lő, abból csak gond lesz. Ez a Suicide Squad. Az egyszemélyes Suicide Squad. Az biztos. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Fura, hogy nincsenek itt. Mi van? Mi van most? Igen, Rokon, lehet. Lehet olyan emberekre lőni, akik ejtőernyőznek. Simán. Sehol senki. Ez gyanús nekem. Főleg ez a hely, ez annyira olyan izi, tipikus ez a ilyen a dombok mögött elbújós, gyilkolós téma. Nem, itt túl nagy a csend, srácok. Itt valami lesz most. Érzem. Érzem legbelül, hogy valami lesz. Mennek a házakhoz. Hogy ott, aha, ott fut egy ember a házakhoz. Így van. Be is megy, aha, lootolnak ott egyet a srácok. Tovább. Viszont akkor össze tudunk velük futni. Nem lesz szerencsés. Itt, mert ők fent lesznek. Közben a drop. Tovább. Srácok, itt nem vagyunk nagyon-nagyon nem vagyunk jó pozícióba, de ez nem feltétlenül gond. Azért nem gond. Mert most már jó pozícióba fogunk kerülni, hogyha... Hallgatózok. Semmi. Tovább. Itt kell okosan. Itt kell okosan, srácok. Sehol semmi. Sehol semmi. Egy ilyen mesben, srácok,
Hát a squadok száma igazság szerint változó lehet. Lehet akár két tagú squad is, hogyha vannak ilyen őrültek, hogy ketten szállnak szembe, de amúgy általában egy squad négy főből áll. De lehet akár hárman is, tehát igazság szerint a legtöbb egy squadban négy fő lehet egyelőre még. Hova lettek a lootereink? Elfutottak másik irányba? Ezek szerint el? Akkor megyünk tovább. Ebbe a házba is szeretnek még bemenni emberkék. Nagyon-nagyon szeretnek az ablakokból lövöldözni, és itt is van az ajtaja annak a háznak, szóval gyanús. És akkor itt is vagyunk már a nagy hegynél, amit én szívem szerint így megkerülnék. Hát, vagy így megyünk, de így biztos, hogy fogunk találkozni emberrel. Hát, menjünk akkor így. Biztos, menjünk így. Figyelek, mint egy tigris, bocs srácok egyébként. Mondom, ez a 1 versus squad, ez nagyon... nagyon fura. Szívámmel szagú csótány, igen, van egy olyan opció, amikor mielőtt elkezdesz játszani, úgy lehet egyedül a squadok ellen játszani, hogy van egy olyan opció a squad mellett, megjelenik egy ilyen pipa, hogy auto match, ching, azt hiszem, auto matching az a neve a pipának. Hogyha azt kipipálod, a kis pipát, amit ha kiszeded a pipát, akkor nem fog mellétek berakni egy negyedik embert, hogyha hárman játszotok. Az a lényeg, hogy gyakorlatilag az a kiegészítő funkciója a játéknak. Ki tudod kapcsolni. Tehát így akár egyedül is lehet squadok ellen játszani bárkinek. Ott fut egy ember. Southwest 240. Felfutnak. Aha, oda. Ott a társa is, ott fut, meg még egy. Ők többen is vannak. Miért mennek a hegy felé? Ajaj, nem a hegy felé fognak jönni. Új. Srácok, ez itt Jesus Christ. Nem, de felfele futnak, jó. Egy felfutott. Kettő felfutott. Valakivel lövöldöznek. Gondolom fentről. Hangtopítóval van az egyik. És még lentebbről. Aha, onnan. Ajaj. Ez nem jó hír. Kiszúrtak. De honnan? Aha. Ojaj. Ott a másik srác is. Not good. Srácok, ez így eléggé, hát... hogy is mondjam, Jesus Christ, hogyha ezt túléljük. Figyeljünk. Szaros a HP-nk. Ez az egyetlen módja a túlélésnek most. Bassza meg, várjátok, bandage. Oké. És a srácok ott vannak fent.
Tovább mehetek most már, ott ugrott egyel. Fel kell bandage-eljük magunkat, srácok, mert különben fucked. Így, hogy nincs nagy healünk, basszus, sokat kell rohannunk. Ez így... Not great. Egy picit se. Aha, jó. Hát tovább kell menjünk, srácok, nincs mese. Tovább kell menjünk. Ezek a srácok is vágják, hogy mi van. Necces. Na, fogalmazok úgy, hogy necces a helyzet. Vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy egyébként, hogy szar. Tehát mindkettő nagyon rendkívül jól leírja, hogy mi van most. A fenébe. Az baj, közben persze innen is jöhetnek emberek. Rohanunk bele, mint a vadállatok. Itt a fáknál már vannak. Itt már vannak mellettem jobbra. Erre van egy sniper. Aha. Off. Azt hiszem ott vannak fent a srácok, ja. Hűha. 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 Áh, basszus. De én leszettem egyet. Észrevettek sajnos itt a fűben. Na, menjünk tovább. Srácok. Menjünk tovább. Vessük bele magunkat a... Jobban egy kicsit. Legyen egy kicsit több kill. Xenoka, nagyon szépen köszönöm a 3 hónapot. Köszi szépen. Köszi szépen 3 hónapot. Nincs is jobb a vasárnapi pörkölt mellé, mint egy kis meglepetés tigris stream. Csapass a Jani, nincs esélyük ellened. Hát Xenoka, igyekszem, de azért ez tényleg nehéz. Sonzi! 2 hónap izon! Yes! Köszi! Vivien, 3 hónap izon! Köszi szépen, Vivien, köszi szépen! Drakness! Neked meg szintén nagyon szépen köszi a 2 hónapot. Köszi! Megvettem. Már a játékot vetted meg? Megértem, kurva jó. Morpheus, köszi a feliratkozást, köszi. Micsoda, bevelegítés meg volt, és most jöhetnek az ázsiai szerverek? Á, nem srácok, nem, az csalás lenne. Ez így a zsír. Mindjárt majd csak ki kell fogni egyébként, nagyon nagy szerencse kell a squad game-be, hogy tényleg úgy elkapd őket. Olyan szituációk kellenek, főleg akkor van esélye az embernek tényleg valami, igazán valamit csinálni, amikor az adott squad figyelme másfelé terelődik. Tehát tényleg, az az egyetlen esély szerintem. Tehát amikor így szembe találja magát az ember 4 emberrel, az ebben a játékban tök esélytelen. Előfordulhat persze mondjuk ilyen szűkebb, kisebb helyeken, mondjuk egy házban. Hogy túléli az ember, és lelövi mind a 4-et, mert mondjuk éppen bénák, vagy nincsen gránátjuk, hasonló. De egyébként a legtöbb esetben tényleg leginkább szerencse, de mondom, nagyon király helyzet kell ahhoz, hogy egész sokáig eljussunk. Na nézzük. Hogyan alakul ez a cucc? Hát srácok, ez lehet, hogy ez lesz a leggyorsabb körevőr. Nem mondom azt, hogy nem. Csak ki akarom próbálni, hogy mi történik ekkor. Ez vicces lesz.
Toljunk egy sulit, srácok, itt szépen. Gyönyörűen. Yes, yes. Yes. Nem töltenek be a fegyverek még. Na például ezzel a pisztolyra kurva sokra nem megyek. Hé! Hey! Hol vannak az emberek? Most komolyan? Senki se ugrott ide! Mi a fene van? Ez mi a fene? Srácok, azt hittem itt lesz nagy izé minden, 5000 ember. Félnek tőlem? Azt mondjátok, lehet. Benne van a pakliban. Hát ez kész. Ezt nem is értem. Ez most meglepett. Ez most tényleg meglepett. Jövő már, mindegy. Azért remélem van még itt valaki rajtam kívül. Mert az úgy elég uncsi lesz akkor. Ha nem. Na jó, menjünk tovább. Halló? Józsi? Pista? Valaki? Srácok? Utáljátok az iskolát? Mi van? Ez a holó jobb, mint a semmi. Tömbházatnál tuti lesznek? Igen, az gyanús. Ott ment most valami típusú fight. Nyári szünet vagy, biztos ez a magyarázat, igen. Te mivel lövöldöznek már itt az emberek? Mindjárt beszarok. Ez nem egy kar volt? Olyan új olyan hangja volt. Valami hasonló. Még 556-os lőszer, yeah. Hopp hopp hopp, ez nem is 556-os lőszer, ez egy M416, ami mindenképp faszább nekünk. És van is hozzá cucc. Jó. Kérem még egy jó öreg reddot. És tök boldog lennék. Ja, találtam már 15-ször szkópot, já, srácok, sőt, itt szerintem a streamben is. Kettes helmet. Hát, srácok, most csalódtam itt az emberekbe, komolyan. Én azt hittem, hogy mindenki ugrik ide az iskolához, meg itt nagy fun, meg minden, meg sok loot, meg faszalút. Nem! Nem. Hihetetlen. Komolyan. Kéne még valami kis kiegészítő, egy extended meg, vagy valami hasonló. Még egy négyszeres scope. Mindjárt beszarok. Four times scope. Szemüveg nem kell. Extended mag. Az AK-nk megkapja a quick draw-t.
Flash Hider SMG-re. Itt nincs semmi érdekes, ott is csak egy vest. Pen. Zsír. Hát akkor ez ennyi. Úgy néz ki, hogy ez ennyi. Ja, ott a tömbházatnál egyébként tényleg voltak srácok. Hoppá! Ú, szívás srácok! Ú, bassza meg! Nagy szívás! Very big! Ú! Várjátok, nem is tudom merre menjek. Ott egy kar. Jó hallottam, hogy van itt egy. A fa mellett van, ott fent, és jönnek is ide szerintem a társai, aha. Azaz, gyere csak. Ha megállt oda a Dacia. Az izgis lesz, várjátok. Csak közben a másik oldalról is jöhetnek ugye be. Hűha. Ez nem jó hír. Wow! Ez igen! Szép! Ez de szép volt. De tényleg, srácok. Hogy lerassolt? De mint a vadállat úgy jött rám. Nagyon faszám. Tetszett. Ez tetszett, komolyan. Azt a kurva, de meglepődtem. Jó volt. Nem gondoltam volna, hogy vágja, hogy itt vagyok bent. Lehet, hogy meglátotta, hogy oda be megyek a sarokba. Ja. Lehet, Dani, lehet, hogy erről van szó. Nem, de tényleg nagyon durva, de hogy volt stream snipe, nem lehet. Nem volt, biztos, hogy nem volt stream snipe, nem tudom. Nagyon rám jött. Én erre nem számítottam, hogy ennyire megöl. Nagyon durva. De legalábbis remélem nem stream sniping volt. De társát nem láttam kívülről, kiskova. Sehol se volt a társa a sniper, én azért... Hogy nem rendelhet be neki az épület? De akkor meg nem tudta volna, hogy hol van az ajtó. Azért ennyire ne legyen már pró. Nem tudom, érdekes. Nagyon rám jött, tényleg nagyon rám jött. Érdekes, érdekes volt. Na, nyomjuk neki ezzelre, srácok, az ugribugrit. Hát ez furcsa volt. Olyan bug is van, hogy akkor átmegy a falon. Na, azt viszont nem hallottam még, mert ugye nekem is volt, én is jártam így. Bár én mondjuk sose próbáltam, de én ugye, mármint, hogy sose próbáltam lelőni senkit, mert pont nem találkoztam, és utána emberre, és utána rendbe jött. De, hogy így, Én így nekimentem a falnak, minden falnak, és nem tudtam, hogy merre kell kimenni az épületből, szóval annyi nem volt vicces. Hát nem tudom. Na jó. Nézzük meg egy ilyen lazább helyet megint, srácok, aztán menjünk vadászni. Jó lenne már basszus, hogyha valami faszal úttal elindulnánk, és csak vadásznánk, ez lenne a cél. Csak valahogy soha nem ez jön össze. Itt a suliból senki nem volt az elején, én ezt nem is értem. Lehet, hogy ennyire fosnak a squadok a suliba menni, hogy hamar vége van a játéknak, vagy nem tudom. Nem tudom elképzelni, hogy mi az oka.
Glácsadó, jaj, de én azt láttam, hogy az a streamer azért kapott ban, mert át tudott lőni a falakon. Illetve, ja igen, kettő is volt, mert utána volt egy olyan, aki meg a sedeken látott át a mezőn, és tudta, hogy melyik sedben van ember, és melyiken nem, és melyikben nem, és... Jaj. Mutatom nektek a gameplayt. És azért kapott bant, mert tudta, hogy melyikben vannak, és melyikben nem. Banászni kéne, srácok, ez lenne a cél, mondom, csak valahogy most olyan szarul jön ki a loot az elején. Nagyon fos. Ez nem segít rajta, hogy megint itt kezdünk ebbe a kis részbe, de hát most hát a szerencsénk lesz, mondom, annyi minden múlik a szerencsén. Mindjárt kiderül, hogy hol vagyunk a körhöz képest. A military, vannak a nagy vadak? Igazatok van, srácok, ez tény és való, de a... Hát még lehet, hogy legközelebb most megpróbálok oda menni. Igazad van amúgy. Tény és való, hogy ott nagyon sokan szoktak lenni, de az is olyan változó. Nem tudom, oda se nagyon mindig szeretnek ugrani az emberek. Mert ott is hamar meghalnak. Az az igazság. Yes. Na várjatok, ez így nagyon fasza. Akkor ez viszont így lesz. Ez nagyon zsír így. Csak nincs elég. Ó, várjatok. Na, ez már zsír, ez már egy fokkal jobb, mint eddig valaha. Ez most ez a kezdő út, ez nagyon fasza. Kell egy táska még nekünk, gyorsba. Ami itt lesz fent, érzem. Gyerünk. Nem, rosszul éreztem. Ó, a painkiller van. Jó. Jó estét mindenkinek. Ne kérdezzétek, hogy mi ez. Random stream. Ennyi a válasz. Jó. Benne vagy megint a körbe, yeah! De jó! Táska! Táska! Itt vagy, köz. Oh, baby Jesus, várjatok már! Na most kell a nyolcszoros! Hol van a nyolcszorosom? Hát baby Jesus van most! Na ilyenkor egyébként hivatalosan érdemes lenne visszaváltani az UMP-re. Mert az autó, a Soti meg nem az, de... Mármint Soti? Vártok? Hülyeségeket beszélek. Tehát az UMP-ben más a lőszer. De fuck this. Nyomom AK SKS kombóval. Basszus, valaki szeret most. Nem tudom. Én nem tudom, mi van. Most már kell még egy... Nem akarok elégedetlen lenni, csak... Egy silencer még játék, hogyha ide bedobsz. Ezt megköszönöm. Mármint a sniperre, hogyha lesz egy silencer valahol, és akkor egész jól levadászhatjuk itt a népet. Kettes vest, nagyon jó, köszönjük, kettes vest. Na, ez tetszik. Most. Tűrhető a cucc. Most azt fogjuk csinálni, srácok? Ahol lövést hallunk, oda megyünk. Most viccen kívül. Ha sokáig nem hallunk lövést, mi lövünk. És most viccen kívül mondom. Elfutok itt a házak felé. Még az se lenne rossz taktics, várjátok, nem. Nem. Change of tactics. Nem, az lesz a tactics, mondom nektek mi lesz. Nem. Kell keresünk egy járművet és utána legyünk jumpik. Komolyan. Kell egy jármű.
És akkor faszák leszünk. Nothing interesting. Híd. Még egyébként az is számításba jött. Attól függ, hova szűkül majd a kör még. Hát még elég sok idő van addig. Menj a hídra is, Joló? Nem rossz ötlet. Tényleg nem rossz ötlet. Csak kétlem, hogy ez csak nekem az, az ötletem lenne, srácok. Elég jó olyan a kör, hogy így ilyen hidas témát be lehet lőni. Na, oda biztos, hogy nem megyek azokhoz az épületekhez, mert az egy olyan fasz a kis lootos hely. Vagy nézzük meg. Nézzük meg. Fenét se érdekli. Nézzük meg, és akkor innen megyünk tovább ide. Nézzük, hogy van-e itt valaki. Az a négyszeres, négyszeresnek annyira nem örülök. Menjek fel a híd tetejére? Na annak aztán sok értelme nincs. Látványos, de... Sok értelme nincs. Nem, nem voltak itt. Yeah! Lootolatlan. Álljon meg a menet. Kösz. Van egy kick draw is. Azt is állok. Kösz. Megy a backseat? Van megint? Ne basszatok már ki velem. No backseat please. No, no. Loot time. Ott a hármas. Yes. Na ez kellett most. Hoppá, hát ez mi volt? Extended. Quick draw. Na ez így fassa. Ez most így nagyon fassa. Ez most tényleg nagyon kurva jó. Na megnéztük, ugye? Igen. Benézek akkor ebbe a házba. Még. Megnézzük mi újság. Energy drink. Ezek a boostereket mindenképp érdemes amúgy felvenni, srácok, mert jól jön, hogyha van. Kétszeres scope. Extended mag. Extended quick draw. Oh yes. Na, így már zsír az SK-s. Az én potato aimemhez pont jó. Ez nem tudom minek van nálam, de eldobtam, meg esek el most már. Ajaj. Jön valami autó. Volt valami autó itt. Jövök ma ide a hegyre kicsit körülnézni. Sehol semmi. Sehol semmi. Tovább. Ez most érdekes. Fókuszáljunk rá a hídra, srácok, azt mondjátok.
Nem rossz ötlet egyébként ez a hidas téma. Nézzük a szűkülést. Nézzük a szűkülést. Erre szűkül. Ajaj. Ajaj. Srácok, srácok. Hogy mennek? Ilyen nyugisan. Direkt nem lövök rájuk, srácok, már. Kíváncsi vagyok, hogy átmennek. Aha, erre voltam kíváncsi. Jó, tehát van itt egy csapat, akik lövik az embereket onnan a ház tetejéről. Nézzétek onnan. Hát az a srác meghalt, bocs. Oké, change of plans. Aha, ott van az ablak, kisablakban van. Csinálok egy terelést. Kisablak. Kicsit messzebbről. Elkaptam a fejét. Ha most futott be oda egy ember? Jól láttam, aha. Ott van az ablakban. Elkaptam. Azt is eltaláltuk. Izgis. Az a baj, hogy közben hallok onnan is lövéseket, tehát valószínűleg onnan is fognak jönni srácok. És akkor nem, nagyon nem vagyunk jó helyen. Aha. Itt is megy még a lövöldözés. Ott van megint az ablakban. Mozognunk kell, srácok. Nagyon kapják egyébként, csak nem halnak meg. Mozognunk kell. Ott van megint egy fent a tető. Hogy beszart? Szép. Egy kis sniperem. Ott az valami fagd. Ott valaki fent leghalt bizony. Mozgás van, srácok. Mozgás van.
Itt is mozgás van. Mögöttünk. Ez a háztól jött. Ez a háztól jött. Furi. Itt a drop. Ez valami vicc. Ez valami vicc. Annyira kapják, hogy beszarok, srácok! Na jó! Hagyj legyenek ott, egy idő után úgyis elfogy a bandage-ük meg ezek a szarok. Úgyhogy én azt mondom, srácok, nektek, hogy most egy kicsit hátrébb eltágítunk innen. Megnézzük, milyen van ebbe a dropba. Most komolyan viccen kívül. Ha csak nem. Agyfasz kapok, srácok, ezektől. Nem, ők nézik a droppot. Jönnek a droppért. Basszus oldalból! Kirakta a társát oldalra. Vagy nem? De! Kirakta... Ki, de ez nagyon jó! Ez nagyon jó taktika volt, tehát squad volt. Kirakta két társát a dropnál, és egy meg tovább ment. Ez nagyon fasza. Ez jó volt. Ez szép taktika volt. Hát srácok, a hitpointunk volt, ez biztos. Hát basszus, ott a squadot szana szét, de olyan szinte szét aláztuk gyakorlatilag, hogy ne... Szegékék. Kurva idegesítő lehet amúgy. Na mindegy, menjünk tovább, srácok, nincs megállás, nincs gond. Na nézzük tovább. Hol is jártunk? Pillanat. Morpheus, köszi be a feliratkozás. Mazsó. Nyomassad, Jani, abban a pillanatban tigris egy kis humor, hogy fasza legyen az a vasárnap este. Apró hirdetés. Hófehér. Újatlan mennyasszonyi ruha eladó. 38-as méretű abroncsal együtt. Egyszer használt tévedésből. Fasz meg, Marzsó. Hát ez így estére komoly. Leviathan, kösz szépen a 7 hónapot. Gyerünk, Tiger, nincs szükséged másra, csak valamire, ami tud lőni. Go VR. Ez így igaz. Naxora. Gyipül. Gyipi. Jéjjéj. Igen, kösz szépen a 7 hónapot, Naxora. Ebben nem vagyok jó. Gyerünk, Jani, a gameplay fontos. Hogy lenne fontos, Naxora? Fun Gamer, köszönöm, hogy itt lehetek. Lesz ez még több is, hiszen ti vagytok a best, és a közösség a best. Kösz szépen, Fun Gamer, a 2 hónapot is, én is így gondolom. Mármint, hogy a közösség a best. Haxor, neked meg nagyon szépen kösz a feliratkozást. Köszi. Ó, srácok, nem is gondoltam, hogy ilyen sokan itt lesztek tényleg ezen a random streamen. Nagyjából úgy tervezzetek, tényleg... Mondtam nektek az elején, nem lesz egy hosszú stream, szerintem még olyan, hát attól függ mondjuk milyen hamar halok meg, de nagyjából egy olyan 1-2, maximum 3 kör fér még bele, de inkább 1-2. Megnézzük. Megnézzük, hogy hogy lesz. Ez már egy izgalmasabb volt egy fokkal. Na, izgalmasabb volt tényleg. Na. Hova kellene ugranunk? Megint ez a gatka alatti mezős terület, ez nagyon... Most a játék azt akarja, hogy itt legyek. Csak tudnám, hogy miért. Annyira nem jó. Cá, 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 cá. Nézzünk egy ilyet, srácok. Majd meglátjuk, mi lesz ebből.
Basszus. Ez most a zuhanás. Mateka, sziasztok, miről maradtam le? Hát, Mateka, nem tudom. Sok mindenről amúgy. Így összességében el sem tudom neked mondani, annyi mindenről lemaradtál. De komolyan. Nem, hogy én tényleg nem értem ezt a kérdést soha. Valahogy bennem sosem volt ez meg, hogy így valahova bejövök egy streambe, és így megkérdezem, hogy srác, eddig mi történt? Nem voltam itt, bocs. Eddig mi történt? De ráadásul PUBG-ről van szó, tehát, hogy nem tudom, írják le neked a srácok, hogy mit tudom én. Jani az előző körben SKS se volt, és lövöldözött egy csapatra, és nem haltak meg. De amúgy jó meccs volt, csak nem haltak meg, de jó volt. Erről maradtál le, Mateka, meg előtte egy pár dologról, de hát ez van. Nem, ez komolyan ilyenkor nem tudom elképzelni, hogy mire gondolnak az emberek, hogy mit várnak, hogy eddig mi történt? Minden fassa. Ne, és most félrenézés, nem sértegetni akarom Matekát, csak az egész mögé gondolok, hogy nem tudom elképzelni, hogy egyszerűen mire gondolhat az ember, aki mondja, hogy eddig mi történt. Hát, nem tudom. Jani most mindenkit kihoz hangulatban. Nem is igaz, ma Jani informatív hangulatban van. Én mondom nektek, én nem tudom, mi van velem. Teljesen türelmes és informatív vagyok, senkit sem osztottam ki. Tényleg. De most ez viccen kívül. Mekkora epic lenne az... Ja, hogy az még most játszan, aki squadban? Na, hát ez fasza lenne pont összefutni velük. Én röhögnék. Tényleg, hogyha pont őket ölném meg. Mármint, hogy nem ebbe összegőlük, ölnének meg. De vicces lenne. Tényleg nagyon vicces. Csá, 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 csá. Ma informatív Jani van, meg SKS-es Jani. Én nem tudom, mi van most ez az SKS-sel. Ez... Mit kapott ez? SKS. SKS. De jó az SKS. Kör? Srácok, nem is néztem a kört. Hát... Nem tudom. Kinézek mindjárt itt a tengerpartra. A Red Dotot rárakom. Ja nem is, várj, de van 200 szkóp. 200 szkópot rárakom az SKS-re. Yes, baby! Ez az! Ez nem kellett volna. Bocs. Csára csá 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 csá. Oh, lőszer, yes. Very important to have lőszer. Flash Hider, nagyon jó. Ez a Flash Hider bármennyire is fura. Srácok, el sem tudjátok érzi, hogy Neo kabátizon közben, hogy mennyire effektív ez a Flash Hider. Valahogy az ember, amikor messzire néz, hogy honnan lövik, az első dolog, amire figyel, az nem a hang, mert a hang persze az első dolog, ami nagyjából irányba teszi az embert, de utána pedig keresi mindenki a torkolattüzet, és ez valami zseniális ez a Flash Hider. Legalábbis én azt mondtam, hogy ez tényleg nagyon effektív cucc. Cacám. Cacacám. Megnézem mindjárt itt, srácok, lent, hogy van-e valami cucc. Akarom mondani motocsónak. Jász, motocsónak, já. Where are you? You are nowhere. Nowhere, motocsónak, no. Miért? Hát akkor kifutunk az útra, srácok. Ami nagyon veszélyes ilyenkor, mert sokan mentek a military base-re, rengeteg ejtőernyőt láttam. De nem kockáztatom meg azzal, hogy átúszom. Nem. Kell keresnünk egy járművet. Lehet akkor túlélnénk ezt a kört, azt hozzáteszem. De nem lenne elég izgalmas. Keresünk járművet és utána menjünk.
Persze az is, hogyha lövünk magunknak egyet. Most jut eszembe. Aha. Ah, de nem, itt egy Dacia. Zsír! Az a kérdés, hogy hányan jönnek még erre. Vagy feküdjünk be a Dacia mellé a fűbe, és várjuk, hogy mikor jönnek érte. Nem, nem, az túl, az túl, az túl. Menjünk szépen a hídra. Várjunk itt egy keveset, srácok. Na várjunk itt egy keveset, na. Úgyis olyan vicces. Megnézzük, mi lesz. Potato is on. Most tényleg egyébként úgyis ráérünk. Na ez jó. Honnan van ilyen bandám? Mi az, hogy Jani, honnan van ilyen bandám? Motocsónak? Igen, srácok, aki kérdezi, hogy most is squadok ellen megyek. Mert ez nagyon faszom. Ó, nézzétek csak! Látjátok, ott jön a buggy. Hát én ezzel nem próbálok meg itt izé lövöldözni. Yes! Valahol még van a teamnek a második fele. Hoppá. Nem volt náluk 556-os lőszer, bassza meg. Oké. Okay. A többiek már biztos tudják, a hídom vagy. Ez biztos! Ebben egyetértek veletek. Biztosan tudják. Sokat nem számít most jelenleg, szerintem. Várunk még egy nagyon picit, legyünk szemtelenek. Az utolsó pillanatig is. Sőt, én még abban is benne, hogy kicsit sebződhetünk is, mert igazság szerint van energy drink, bandage-ünk is, first aid-ünk is. Sebződhetünk is egy kicsit, de várunk még egy nagyon, egy hangyafasznyit. Hát, ha jön még valaki. Aztán majd meglátjuk. Állítsa a barikádot. Ez most már szerintem felesleges, én úgy érzem. És szerintem sokan ezen a hídon mentek át. A kör felé. Nem feltétlenül ezen, amin én jövök. Na nézzük, csak ott jön a kör. Nézzük. Nem. Jó. Szerintem sokan csónakkal mentek át, most már megyünk. Annyira nem akarok lesebződni, mert felesleges. Főleg, hogy most squadok ellen játszunk és belefuthatunk egy ilyen négyfős csapatba, annyira nem vicces. Na menjünk szépen tovább. Azért visszanézek. Nem jön senki. Zsír! Na! Bejött ez a hidas taktika. Úgy néz ki. Úgy néz ki. Ca-ca-ca! Ca-ca-ca-ca-ca! Terminátorizom.
Pocsinkit meg kéne, hoppá, kerülni egy kicsit. Fel kéne valahogy menjünk erre a hegyre, átmenni és valahova ide érkezni nagyjából. Ez az Dacia kenje neki. Kicsit elengedtem, hogy hagyd pörögjön, ez az, hagyd pörögjön. Na nézzük, hogy mi vár ránk itt, mert ez itt eléggé egy ilyen érdekes rész, yes. Nézzük csak. Most ilyen lassan gurulunk. Hú, az van az úton. Itt jön a furcsa rész, figyeljetek. Szeretnek itt bujkálni az emberek a bokrokban, nem? Jó, a két házra kell figyeljünk, mert az pont benne van a körben. Illetve azokról, akik a ruins felől, vagy az iskola felől érkeznek, pont a seggünkben lehetnek. Az új kör pedig nagyon közel van, nagyon jó. Viszont tudjátok mit nem? Mi vagy ott az új kör, ahol van? Most átmegyünk a hídon. Hát, a kevesebb bajunk lesz, mint azután. Miután már itt mindenki kielvezte a helyzetet, hogy mi van. Ez az. Hop. Jó. Menjünk szépen a hídra. Megy a lövöldözés Georgiopolban. Jó. És megpróbálunk felmenni oda. Ha bírja, addig benzinnel az autó. A drop is erre jön. Nem biztos, hogy kibírja a benzinnel addig amúgy. Most fogja kidroppolni? Vagy már droppolt? Már droppolt. Jaja. Itt vannak bizony. Hűha. Elgurulunk srácok idáig. A házban lett volna, ott egy buggy. Ez gyanús. Jó, akkor change of plans, feljövünk itt az erdőbe. Ameddig van benzinünk. Jó. Na, nézzük mi újság. Hallottam lövöldözés jobbról is, balról is. Ott lehetnek azokban a házakban simán. Sőt, itt is van az ajtó, és ott a buggy még mindig. Most mentek. Oh-oh. Megálltak a fa mögött. Hát ez nem lett meg. De csak egy ember szállt fel a motorra. Az nem furi? A buggy még mindig ott van szerintem. Van egy ilyen érzésem. Messze voltak nagyon. Szerintem azok... basszus, 300 méterre voltak, én meg 200 méterre lőttem. Ja. Na mindegy most már, ez ilyen. Jó. Itt jobbról ami van, hát röviden és tömören fagd. Megpróbálok ide a domb mögé osonni. Nézzük, hogy most szűkül a kör. Jó.
Az jó. Mi újság van itt? Semmi. Hoppá. Kell lesz nekem. Yes. Furi nekem, hogy csak a motor ment tovább. Persze lehet, hogy a buggy elment, nem vettem észre, mert nem elkerült a figyelmemet. Kicsit beljebb futok, mert valószínűleg nem errefele fog szűkülni a kör, legalábbis kétlem. Ez most egy ilyen megérzés. Persze lehet tévedek. Csak azért jövök közelebb, hogy legalább egy kicsivel közelebb legyek majd a következő körhöz. Aha. Megláttak. De honnan? Előről lőnek. Aha. Aha. Nem a házaktól lőnek, a fától lőnek. Honnan lőttök? Menjetek már a picsába. És miért nem találtok el? Onnan, onnan lőnek. Aha, megvan. Hoppá, hoppá, hoppá. Ez fájt. Megvan, onnan a kerítéstől lövöldöznek engem. És ők mentek át innen. Ja. Bassza meg, a kerítés jól eltakarta a lövéseket. A kurva életbe. Nagyon durván tudnak onnan lőni, beszarok. Kell keresünk egy jobb pozit. Aha, ott vagy. Meg vagy te szemét. Meg valahonnan máshonnan is lőnek, amit én nem látok. Valami másik helyről is lőnek. Ajaj! Látjátok, hogy szűkült a kör? Nem jól. Nekünk, számunkra elég előnytelenül szűkült a kör. Valaki van magasabban is, mert az is rám tudott lőni. Megpróbálok elmenni ezért a kis benzines dácsiánkért, vagy futni egy hatalmas kerülést, mert hogyha itt megyünk be, akkor szétszednek engem. Amúgy ahol ők vannak, az sincs benne a körbe, szóval nekik is találok el. Szerintem inkább futok itt egy kört lefele. Ja. Szerintem ők is ezt fogják tenni, nem tudom miért van egy ilyen érzésem. Ú, srácok, amúgy valami kegyetlen szar helyen leszünk most, de nagyon. Itt egy gyanús uvaz. Nem is lehet, nem is biztos, hogy annyira gyanús nekem ez az uvaz. Mert én most az uvaszt, ezt most kölcsönveszem is, hello. Ez az a csapat. Még mindig lőnek. Hello! Hoppá, hoppá. Jó, megvan, megvan. Jobbról is lövések. Necces. Ú, azokban a házakban biztos, hogy vannak. Azok futnak befele ide, pontosan erre.
Nézzek itt magamnak valami kis erdőt. És abba fogom nyomni, srácok, tovább. Oh-oh. Nem csíped meg. Mentünk most egy nagy kört, az biztos. Az a ház gyanús. Hát srácok, szarul alakult ez a meccs, nem szeret minket a kör. Minden oldalról lelőhetnek, de minden oldalról. Na jó. Most ez a taktik, srácok. Nem tudok mit csinálni. Ez most olyan szar helyzet, hogy nem igaz. Severnének a nagy része benne van a körben. Ez már most rosszul indul. Ah. Fos. Fos szituáció van most. Situation is very, very, very... Várjátok egy pillanatot. Azt hittem ott áll valaki. Igen, még nem csodálkoznék azon, hogyha mindenki Severniben lenne. Itt az a gond, ha itt most jön egy team arról. Tehát... Az a mi úzunk, ugye? Ott a fánál. Ja. Hűha. Próbálok hátrafele koncentrálni, mert innen ölhetnek meg a legkönnyebben. Meg innen is kell, hogy jöjjenek emberek, ha errefele futottak. Oh, Jesus Christ, srácok! Itt olyan szintű fag lesz, várjatok, úristen! Úristen! Várjatok! Ez nem jó. Honnan lőttek rám? Valonnan a házaktól basszus észrevettek. Hát ez csodás. Miért érzem úgy, hogy meg fogok halni? Mert oldalba lőnek 600-an? Mert meg fogok halni, mert oldalba lőnek 600-an? Jó kérdés. Tudtam, hogy ott vagy, te kis paraszt. Rohadj meg, nincsen smoke-om, srácok, pedig most nagyon kéne a smoke. Ugye nincs? Nincs, bassza meg. Ó, azt kéne csináljuk,
most egy ilyen elterelő hadműveletet kéne csináljunk. Ajaj, ott jönnek a squadok. Igen, igen. Ott a drop is. Jó. Az egy AVM szerint. Nem, ez egy... Aha, aha, szóval másik házban is vannak. Jó, kösz. Köszi, köszi. Köszi. Zsír. Szóval azokban a házakban is vannak, itt a sárgában is van, nem csak ott fent abban a kékben. Ezt itt most túléltük, ez az az első hely, ahova ide néznek azok, akik onnan fognak futni. Hogy itt van-e valaki. Ők ugye tudják, hogy én itt vagyok, szóval ez mindenképpen fucked. Aha. Ha csak. Na mi van? Köcsög. Lövöldözöl itt össze-vissza, mint egy fasz. Nem leszünk jók így. Hiába bújsz el! Hiába futkározol! Megöllek, te szar! Hozzájuk bementek bizony. Ott fight volt. Ez egy stun grenade, srácok, nem egy smoke. Most... Uha, ott is vannak. Arrébb kellett jönnem, srácok, mert megölnek oldalról. Aha, azok, akik ott jönnek. Halt meg! Itt van a társa lent, itt van a társa lent! Srácok, Jesus! Ha, de izgis volt! Nem tudtam ellőni, basszus, így fekve van faszám. Ah, ez jó kör volt! Ez jó volt, na! Jó volt! Ott a házban mennyire megpenetráltam őket, ott a kis lyukakon. Nagyon tetszett. Nagyon tetszett. Na! Olvasom tovább közben a cuccokat.
Szerintem srácok még egy-kettő még belefér, igen. Na, hol is jártam? Mondom nektek. Hakszor, köszi a feliratkozást. Azt hiszem ez... Igen. Piszok! 10 hónap piszok! Köszi szépen, haver, és köszi, hogy itt vagy! Köszi. Phoenix Store, nagyon szépen kösz! A Csír Tigris! Siron, kicsit megcsúsztam a 7. hónappal, de végre sikerült. Jó játékot, hajrá Tigris! Siron, nagyon szépen köszönjük, haver! Nagyon szépen köszi. Magyben, szia Jani, nemrég játszottam ki a Deadpool játékot, igazi retro feeling és tele poénokkal szóba került. Már esetleg, hogy ti is kijátszátok? Na jó, ebben most nem kötök bele. Nekem nagyon tetszett. Magyben, figyelj! Tudom, hogy a Deadpool vicces játék, sőt, én ha jól tudom, Pisti végig is játszotta. Én nem, mert ha jól tudom, akkor... Nem akarok hülyeséget mondani, lehet, hogy már megjelent azóta PC-t, de először csak biztos, hogy konzolra volt. Nem tudom, lehet, hogy lesz egyszerűen, hogy előveszünk ilyen szuperhősös Marvel, DC játékokat, és akkor abba belefér, de most egyelőre nem tudom neked megmondani majdben. Fogalmam sincs. Na! Srácok! Piszok, nagyon rendi vagy, tényleg kösz, hogy itt vagy. Köszi. Még így vasárnap este is. Always, always on. Na, menjünk egy izgis meccset, sok esélyt nem garantálom magamnak ezzel kapcsolatban, de próbáljuk meg. Mert miért ne? Mert mondtátok eleve, úgyhogy... Attila, Jani ma feltűnően kedves. Attila, hétvége van, chill van. Tényleg, mindjárt hétfő, kezdődik az újabb hét, újabb lehetőségek. Mindig jó egyébként. De egyébként, nem tudom. Feltűnően kedves. Amúgy nem szoktam kedves lenni. Viszont a kedves szoktam lenni. Jó, hát valamit kénytelen vagyok kibannolni, az előfordul, de a mai nap is lehet, hogy lesz ilyen. Még nincs vége a napnak. De azért kösz. Na! Mutatom nektek, mi újság. Egy laza military base nyomunk itt a squadok ellen. Mutassuk meg nekik, hogy mi van. Vagy hogy mi nincs. Ez már izgis, hogy itt nincs fegyver. Itt egy pisztoly, ez már nem annyira nagyon jó. Jó. Adjad nekem a fegyvert, játék, mert megöllek. Hopp! Abba a pillanatban AK. Így, így. Táska. Ez is kell nekünk. Biztos nincsenek itt sokan. Mi a véleményetek? Szerintem nincsenek itt sokan. Azt hittem valaki footage klőttek. Piszok, mit készítesz elő? Mi az? Vaj, vagy mi az? Yes! Kék cipő? Amúgy nem tudom észre, hogy tettek el alapból. Most a kék a cipőm. A kék cipő a legfontosabb. Csak egy másik volt a kék cipőm van. Yes, baby! Yes! Na, penetráljunk! Nézzük, vannak olyan vállalkozókedvek, akik itt vannak fent a tetőn. Penetráció. 10 000. Segi sehol, ott fent. Na, mi van az emberekkel? Mostanában az emberek se olyanok, mint régen, bár nem szeretlek meghalni. Vazelin! Ja, hogy az vazelin! Na, hát nem mentem annyira, nem lőttem túlságosan mellé a vajjal. Nézzük, előveszem az AK-t, amiből 30 lőszer van, egy squad. 30 lőszer, egy squad. Ha itt lesznek, figyeljetek. Ojoj, megy ott a party, hello, hello, itt van Jani is. Ne hagyjatok ki a jóból, fiúk! Hol vagytok?
Hello! Hello, Jani, itt van! Jani, itt van! Bent van még valaki? Azon át lehet lőni ezen a kis rácson, jó? Az a baj, van valaki itt jobbra is. Emiatt nem merek kifutni, de amúgy kifutnék, esküszöm rájuk bennék. Most olyan érzem a bugit. Ezt előbb meg kell öljük, aki itt van. Itt van valaki, lehet a bokrokban? Nem tudom. Vissza. Azt a srácot ki... Nézd csak, még mindig ott van az ajtónál valaki. Ojajajaj, ez fájt. Ó, a shot is. Erre nem gondoltam, hogy shotival jön rám. Igen, a szívás. Na nem baj, itt volt most egy kis izgalom. Nulla kill? Hogy nulla kill? Na várjátok, már nem öltem meg azt a srácot, aki ott kint volt. Csak Nagda... Felhúzták a haverjai azt a srácot, akit lelőttem. Mert volt egy Nagdautom. Na mindegy, nyomjunk. Ez izgis volt. Fasza. Nyomjuk tovább. Nyomjuk tovább. Nincsen gond. Azt mondja, hogy harci malac, köszi szépen a két hónapot, üdvözletem János. Sok sikert, köszi szépen. És God of War Pakli. Köszi szépen a feliratkozást. Ez aztán Nick név. Szóval aki kint volt, az azokhoz tartozott, akik bentről píkeltek ki. Basszus, ha nincs ott jobbra mellettem valaki, rájuk futok, bassza meg. Mondjuk basszottam volna a Soti ellen. Most így utólag rágondolva. Igen, a Soti az kiment a fejemből, hogy Sotival jönnek rám. Igen, pedig az gyanús volt. Na mindegy. Kettő knockdown volt. Á, picsába. Nem baj. Hát, ha megint így hozzá a sors, ez nagyon jó. Ez tetszik nekem, ez a military base. Ez a pörgős, ez az állat. Cucc. Tetetem. 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 Liruska, csak miattad töltöttem le a Twitch-et. Liruska, letöltötted a Twitch-et? Mármint az alkalmazást, arra gondolsz? Remélem. Bár még lehet, hogy desktop appra gondolsz. Köszi szépen akkor, Liruska. Remélem, hogy kielvezed a Twitch-et, mert fasza. Nagyon fasza. Az még 13-ak lettek? Az gyenge. Konaja, gyenge. Üzenem legig gyenge. Akkor szóljatok már, hogyha benne vannak a top 5-be. Ta-tam. Ta-ta-tam. Ta-ta-tam. Na! Srácok, igen! Igen! Military base-es start! Nem squadok ellen menni, gáz? Hát, ne is mondjátok. Egyértelmű. Jó. Tigris nélkül nincs top 10. Ezt azért nem mondanám, nagyon ügyesen játszanak most már a srácok, legalábbis egyre ügyesebbek. Azért nekik is van már egy pár órájuk ebben a játékban. És örülök, hogy visszatértek ehhez a játékhoz, és nem az Escape from Tarkovban játszanak. Persze, azzal nincsen semmi bajom. Csak ennek jobban örülök, hogy ezzel játszanak. Na mi újság van? Valaki? Lord of Prey. Yes. Szeretem. Szeretem, ha sokan vannak itt, srácok.
Mi történt a hanggal a pillanatra? Hallottam valami Johnny-t. Várjál, mert Red Dot-ot rárakjuk a kis pisztolyra. Vagyis a pisztolyra. Olyan sokszor haltam már meg úgy, és most remélem, hogy nagyon fogok rögni, hogyha úgy halok meg megint. Hogy így oldalazok itt, mert nézem, hogy mi a loot, és oldalról közben így olyan szinten teli belőnek shotgunnal, hogy beszarás. Most, ez most valami vicc, hogy ennyire nincs itt semmi most? Shotting viszont most van, ez jó. Kornél, vágom az Arma 3-at, ugye? Hát ez fontos tudni, Kornél, akkor megosztom veled a historit. Szóval az Arma 3-nak a modja volt a Battle Royale először, és abból lett utána a H1Z1, mint olyan. Illetve hát azokból a tapasztalatokból alkották meg a H1Z1-et. És utána kivált a PlayerUnknown, és megalkotta a PlayerUnknown's Battlegrounds-ot. Kb. Ez a history. Szóval nem, tehát igaz, amit mondasz, tényleg kurvára hasonlít az Arma, vagyis hogy nem kurvára hasonlít, hanem van hasonlóság az Arma és e között a játék között. De ez, ennek ez az oka, ja. Menj a streamükre tanulni, megtanulod, hogy kell csapatban dolgozni. Mezoflexion, én üzenem nekik, hogy ők meg először tanuljanak meg lőni. Mármint, hogy nem, semmi olyan, nem, viccelek. Semmi. Na! Let's roll. Az Arma jóval nehezebb ennél, srácokat, ne is mondjátok, én tudom. Pisti armázott. Ez most mi történt? Valamit felvettem, amit nem akartam. Komolyan. Ja, az egyes táska. Szóval Pisti armázott bármilyen fura egy időben. Mármint egy időben kipróbálta, de pont így, hogy is mondjam nektek, a talán tavaly nyáron próbálta ki, ment vagy egy pár meccset, meg így próbálgatta, és nagyon hardcore volt neki, aztán, meg hát amúgy szerintem az mindenkinek az lenne. Úgyhogy úgy félbe maradt ez az Arma projekt. De amúgy lehet, hogy egyszer mi megnézzük, csak olyan fura, nem tudom. Az tényleg nagyon hardcore. Ca-ca-ca-ca-ca. Na, itt vagyunk megint egy furcsa szituáció, srácok. Most viszont bekockáztatjuk azt, hogy átfutunk. Ne szarozzunk, én azt mondom. Aztán max kezdünk egy új meccset, de mindenképpen meg fogja érni. Nézzük mi újság? Itt fönt nem nagyon van senki, most nem nagyon volt most izé, aha. Iron Sight-on van. Ne, bassza meg! Ezt tudtam a legjobban. Potétó! De hogy be ezeket, na ezekről beszéltem, srácok. Ezeket a kempereket, basszus. Hát mindjárt megőrülök. Nézd meg! Hihetetlen! Ezt csinálják sokan. Squadba vannak, és itt kempelnek egy kibaszott házba, beugranak. Hallú, várjál, van egy UMP-m. Van egy UMP-m. Nem menj ki. Nem menj ki, mert... kimész, lehet, hogy meghalunk. És akkor az nem jó. Na jó, csak viccelek. De egyébként ezeket nagyon szeretem, komolyan. Ez van, srácok, megyünk tovább. Megnézzük, hogy... Ja, de amúgy Attila, ez szólóban is megvan persze, tehát ez mindenhol megvan. És egyébként nem a kemperek ellen szeretnék szólni, mert erről már nagyon-nagyon sokat beszéltünk, főleg a... Főleg a... PUBG kupás Discordon. Sok ugye negatív komment érkezett a kupával kapcsolatban.
azzal kapcsolatban, hogy nagyon sokan kempelnek, mert ugye ez tétre megy, bár nem tudom mi a tét, de mindegy. Szóval a tétre megy, meg hogy igyekeznek sokan lassan játszani, aztán ott kialakultak ilyen, tényleg ilyen viták, és tényleg nem ilyen beszekedések, viták ezzel kapcsolatban, hogy most ez miért jó, meg hogy hogyan lehetne módosítani a szabályzatot annak érdekében, hogy sokan ne kempeljenek, de megmondom őszintén, hogy én tudom, benne van a játékban, így is lehet nyerni, úgy is lehet nyerni, hogy egy embert se ölsz meg. Csak egy kicsit olyan furra, úgyhogy ma meglátjuk. Meglátjuk. Egyébként én gondolkozom azon, hogy ha lesz egy következő, bocsánat, kupa, most már nem változtatunk biztos a szabályzaton, akkor valamit módosítunk rajta. Én arra gondoltam, amit én látok, lehetséges, hogy lesz egy ilyen fun kupa, ahol sokkal gyorsabb lesz a kör. Akkor kevesebb ideig fognak az emberek kempelni. Ez egyébként megoldás lehet. Illetve amin gondolkoztam még, hogy valamilyen szinten a kill szám is hozzáadódjon a pontokhoz, hogy legyen miért ölni egyáltalán. Ez is eszembe van. De most már nem akarunk változtatni most már így elindult a kupa, úgy fair, hogyha most már így van végig. Gyakorlatilag egyébként ezzel a szabályrendszerrel lesz most a Gamescomon az offline PUBG verseny, és úgyhogy igaz, azt nem lőttünk mellé. Csak valamiért a külföldiek, hát hogy is mondjam, akik sokat játszanak ezzel a játékkal, nem tudom, hogy hova megyek, közben annyira dumálok. Hát ez fasza lesz most nekem. Hú, ezt beszoptam. Na jó. Hát ők valahogy kevésbé kempelnek. Ott is volt camp, egyébként az előző Invitational PUBG kupán. Volt camp, mert azért na, egy volt camp. De kevesebb camp volt. Kevesebb camp volt. Furcsa. Hát ez van. Na! Nézzük, hogy mi újság van itt, srácok. Már most mondom, hogy beszoptuk. Nem figyeltem oda, és egész idáig eljött a repcsi. Nem akartam idejönni, őszintén mondom. Na mi van? Ez most a squadok ellen nagyon vicces lesz. Valószínűleg 5 perc, 10 másodpercig fog tartani ez a kör. Figyeljetek, számoljatok vissza. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hát lehet egy kicsit több. Aha, igen, ott a fegyver annál csávónál, jó, megyünk. Ott is, aha, nem, annál nincsen fegyver, jó, akkor futunk. Ilyenkor a legjobb megoldás a futás. Én már rájöttem. De nem jött össze. Még mindig élek, de a kérdés az, hogy meddig. Ez viszont felvezem, hello. Sokat nem tévedtem. Na jó, srácok. Ezt benéztem, mert elbeszéltem az időt. De nyomunk még egy utolsót. Csak azért is, hogy legyen egy hosszú kör még ma. És akkor mára ennyi lesz a PUBG. Nézzünk egy rendes meccset. Benéztem, mert elbeszéltem itt. Aztán beestem a Giorgio Pollock a közepére. God of War Pakli. Hello Jani, mi a gond a nevemmel? Basszus, semmi gond, haver. Tök fasza. Nem szerettem volna annó tömegcik nevet, mint amit sokan választanak, és hát az ekkori kedvenc játékomból, és hát na mindegy is. Megértem. Én megértem, Pakli. Besteu, Solo, Squad, hajrá Jani. Annó én is camper voltam, de a te hatásodra már tigris vagyok. Na, ennek nagyon örülök. Szóval nem mondtam végig a lényegét, gondolkozunk ezen ilyen változtatásokon, meg mondom nektek, félre ne értsetek, mert megértem azokat is, akik kempelnek. Viszont örülök, hogyha ilyen hatása is van a streamnek, hogy megpróbáltok másképp játszani. A kemp az nem megoldás. Vannak olyan helyzetek, mint például az előző squad game-nek a vége, hogy muszáj voltam kempelni, mert két oldalról ilyen 2-3 meg 4 fő squadok érkeznek. Az ember akkor tényleg, tehát akkor nincs más választás. Hiába lövöldöztem volna ott bárkire is. Bár mondjuk végül lövöldöztem, de mindegy. De ja, nem jó. Nem. Protó, támogatom, szerintem jó pontozás lenne, ha az első 20 játékos 20-19-17 pontot kapta, plusz a killek számát. Protó, ja, mondom, lesz még lehetőségű, srácok, végtelen mennyiségi időnk van együtt, legalábbis nagyon remélem. Ameddig itt vagytok velünk, addig van időnk, én azt mondom.
Vételmennyiség időnk van, kiteszteljük, vagy csinálunk egy másik kupát, vagy egy másfajta PUBG kupát, lehet csinálunk egy duó kupát, vagy hasonlót, és akkor ott már a killek számát jobban bele fogjuk venni. Én mondom, így fair, hogyha most már ezt így játsszuk végig. Ez van, ez most egy ilyen lesz, ilyen kupa. De a vége, az összes meccsek a vége az még mindig nagyon izgis volt. Meg amúgy is izgis meccsek voltak. Jók voltak. Ja és igen, aki lemaradt egyébként a kupára, lesz most így mondom nektek, a YouTube-on, a VOD csatornánkon, a The VR Streamek Official, most nem beszélek, figyelek egy pillanatra, vagyis hogy figyelek és beszélek, a VR Streamek Official old, YouTube csatornánkon megtalálja a meccseket, szét vannak vágva, ez nagyon fontos, tehát ott van a Q1 per 1-es meccs, Q1 per 2-es, 3-as, 4-es, és ott van a Q2, 1-2-3, 4, meg lehet nézni, csak a meccs, nincs benne az áramszünet, nincs benne a megakadás, meg a szenvedés, csak a pure meccsek ott vannak fent, úgyhogy aki lemaradt róla, nyugodtan nézze vissza, tök fassa. Ott van a The VR Streamek Official. Na, nézzünk srácok, itt egy ilyen, hát ez egy érdekes lesz most, már most mondom. Jövök vissza a játékkal, ugri-bugri. Meglátjuk, meddig élünk. Ez most ilyen. Egyébként Konoja, én beszarás, az, amit mondasz. Ezen teljesen ki vagyok én is akadva. Hogy a The VR Streamek Official-on is vannak már 80... Tényleg ilyen 5-6 ezer feliratkozó, beszarás. Komolyan... Úha. Srácok, ez egy baráti fogadtatás itt. Nem, semmi gond. Nem fognak megölni a srácok. Hiha. Könyörgöm srácok, nektek legyen itt egy fegyver. Ha itt most bemegyek és lesz egy fasz a fegyver, ez még érdekes lehet. Egy macsétá, az nem. Hó, ez rosszul kezdődik. Táska van, meg stun grenade. A stun grenade, ez jó. Hát, hogy kifagy a játékuk, ha bedobom. Nem. Hát, végül is volt fegyver, nem? Nem. Kurván nem volt fegyver. Ezt miért vettem fel őszintén, nem is kell. Ja, várjátok már a West, az kéne, mi? Hüha! Van baj. Na, srácok! Maradjunk annyiba, hogy nekik nem pisztolyuk volt. Nekik kurvára nem pisztolyuk volt, hogy bassza meg! Nem baj, megyünk tovább. Megyünk tovább. Nem. Semmi gond. Tovább. Na még egy It's a Fire-t? Azt mondjátok, It's a Fire legyen? Jó, hát kell egy It's a Fire köré, nem azt mondom, hogy nem kell. De legalább nem utolsó lett, köszi Konoja, kösz. Várjatok, mi az a sok It's a Fire, srácok? Yes, It's on Fire. Kezdődik! Yes! Yes!
Imóton lézon. Várjátok. Yes. Jól van, srácok, biztonságban vagyunk. Kezdjük is. Köszi szépen az It's a Fire őrületet, srácok. Megérte. Köszi szépen. Energy-t érzem. Most ez egy nagyon jó kör lehet, srácok, hogyha jól szűkül a kör. Ezt jól megmondtam, mi? Szóval, de tényleg. Ha szerencség van, most ezért ebből egy jó kör lehet. Akkor ide jövök megint a heat taktikát bevetem. Nincs amenó. Az amenó már sok lenne, várjatok. Jó, hallom. Jó, hallom. Srácok. Én esküszöm, nem akarok meghalni. Na jó, ezt nem hagyhatjuk ennyiben. Hol vagy, Johnny? Aha. Á, basszus, ez nem jött össze. Ketten voltak? Várjátok már. Egyedül volt? Azt hittem volt még egy vele. Ó, srácok, nem megy most, nem megy. Elhagyott az erő. Pedig volt fire, meg minden volt. Megbaszott. Elhagyott az erő. Istenem. Nem igaz. Ez nem igaz. Interino ad appare Dorime. Ameno, ameno, lantire, lantire, Dorime. Ez az. Vissza vele ezt a droppot. Szentlélek drop. Ott van. Ez az. Koncentráljunk. Várjatok!
Yes! De bassza neki! De mennyire bassza! Úristen! Best! Ez az. Itt jók vagyunk. Dorime. Dorime is off, srácok. Köszönöm szépen. Dorime is off. Játék is on. Figyeljünk. Hú. Ha ettől nem kapok energiát, akkor már a vége, srácok. De komolyan. Elfogyott akkor az energia. Ez van. Van olyan. Tigrisnek vissza kell térnie, várjatok. Gondolkozom. Most AK-val kezdtünk és Sotival, ez egy jel. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy na, Jani és a hármas isak, adok neked lehet még egy esélyt. Tehát ezt így kell felfogni, nincsen semmi gond. Felfogtam. Nincsen semmi gond. Jó. Hol vagyunk? Megint itt vagyunk a körben. Na várjatok egy kicsit. Nem is igazán akarok én tétlenkedni. Kellene még egy jó kis szkóp nekünk. Annyira jó lenne, hogyha hamar találnánk, hogy beszarnék. Szabályszerűen. Mik vannak? Mik ezek? No. És azért kéne most gyorsan a szkóp nekünk, mert megint mennénk akkor a híd felé. Orientálódnánk, bár az mondjuk. Fenne se tudja, hogy jó helyen van-e. Az a menó nem hazudik? Legyen úgy. Oda nézzetek, a menó! Mi van? Úristen, mi ez? Úristen, a menó. Várjatok, eskály. Jesus is definitely with us. Várjatok már kicsit, mi az a kar itt? Így ide mosolyog. Ide mosolyog, értitek, hogy hello, így az SK-s mellett, hello Jani, mi újság van, hello? Hát mindjárt beszarok. Várjatok. Hát mi ez a loot? Hát ez itt mi? Hát nem normális az a játék, várjatok már. Uramisten. Car is on. Oh yeah, it's on. Ilyenkor szokott az történni amúgy, de nem is mondom. Semmi nem fog történni. Mármint, hogy így messziről. Bár mondjuk most rajtunk van a hármas helyelmet, tehát egy golyóban nem lőnek fejbe. Hát ez nagyon érdekes. A nyolcszoros még ad ide játék, ad ide a nyolcszoros, mutasd meg nekem, hogy itt a nyolcszoros. Mi volt ez? Valami volt. Lehet, hogy csak a sok UTP. Paranoiás vagyok kicsit. Megyünk bizony a tengerpart felé, ne aggódjatok, srácok. It's tengerpart time. Yeah, Flash Hider is on, yes. Na várjatok. Nem volt itt a nyolcszoros, nem baj. Semmi baj. Attól függetlenül még szeret minket a játék, ez a lényeg most. Na én elorientálódok szépen. Ezt jól megmondtam, a híd felé majd.
A... macskák! Kint bassz... Vagyis, hogy... Semmi, family friendly. Kint ismerkednek a macskák. Kőkeményen. Olyan kemény, hogy... Hallom. Nagyon durva. Hallottátok ti is? Ha beszarog, hogyha hallottátok. Kurva hangosak voltak. Pudvasz! Mi az, hogy pudvasz? Pudvasz! Hát ez nagyon jó. Felrakom a Red Dotot a karra, figyelj! Abba, úú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 
Jönnek a macskák, végünk van. Nem érzem magam biztonságban itt a mező közepén. Ti hogy vettük ezzel, srácok? Zsuzsi atya macskája? Lehet? Na, itt lootolás volt? Nem volt. Na jó, várjátok, ismételj meg a történelmet, ilyen nincs. Mi a fasz? Ez nem szeretik ezt a helyet az emberek? Pedig ez, ez nagyon menő hely. Igen, na most jött elő az a helyzet, srácok, hogy bizony, ezt az AK-t most le fogom cserélni. Ugye különböző lőszer, mindenképpen jól járunk. Elég sok mindenünk van ehhez a cucchoz, úgyhogy ahhoz, hogy felvegyük, ez így most nagyon menő lesz. Különböző lőszer, több shot. Jesus Christ. Meg minden. Oda nézzetek. Scar is van itt, minden van. Lehet, hogy amúgy a Scar-t jobban... Nem se tudja, hogy érdemes ebbe asszal nyomni, de... ezt a kabátot mindenképp felveszem. Nem tudom. Ennek már utána nézek egyszer, hogy a Scar vagy az M416 a jobb választás. Ezt gyorsan végignézzük. Még van időnk. Majd nézem. Ja, hát simán van időnk, eleve még a második körben is benne van a híd. Kéne találjunk tényleg valami nagyobb szkópot, azért vagyok itt a házakba. Kéne találjunk legalább egy négyszereset erre a karra, mert olyan sok értelme akkor nincs. We need four times. ACOG kell, ACOG. Yes. Játék, mutasd meg nekem, hogy itt a scope. Nem hiába adtál nekem kárt, én érzem. Nem hiába adtad ide a kezembe, gyerünk. Mutasd meg a scope-ot. Érzem, hogy itt van benned a scope. Játék, gyerünk. Mutasd meg. Mutasd meg. Red dot se rossz egyébként, alapvetően a red dot se rossz. Az M4-re, de... Nem erre gondoltam, de jó úton jársz, játék. Csak kicsit. Nagyobb zoommal. Várjátok, smoke! Tanultam az előző esetből. Muszáj smoke. Na jó, akkor irány a dzsungi. Dzsungi dzsungel. És a híd. Én vagyok a kiválasztott, én kaptam a kárt. Hát, vagy éppen azért vagyok én a kiválasztott, hogy valakinek, aki lelő, oda vigyem. Erre gondoltatok már? Ez is benne lehet a pakliban. Easily. In the packly. Négy smoke grántot hagytam, de eszembe jutott a negyediknél? Vagy az ötödiknél? Akkor is, hogy kell. Úgyhogy fuck this. Kell.
Röpcsi. Drop. 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 Low drop. Haltam messzi távolba egy kocsit. Az MN16 a legjobb. Csonka Viktor, hogy megmondta már? Amúgy már volt kétszeres, meg 8-szoroszkóp is már. Tényleg volt már Csonka Viktor? Bassza meg, hogy volt akkor. Ta-ta. Ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bassza meg! Ta-ta-ta! Ta-ta-ta-ta-ta. Srácok! Hát ez nem igaz, hogy elkaptak minket a mező közepén. Ott kellett volna maradjunk a kurva benzinkútba. Miért nem maradtam ott? Miért nem maradtam a benzinkútba? Elmondom miért. Elmondom miért nem maradtam. Elmondom miért. Megmondom. Várjál. A kurva életbe. Nem tudom. Nem tudom miért. Na most biztos örülsz, mi? Meggyalázzátok a hullámat ketten, mi? Szemetek! Szemetek vagytok. Ez van. Srácok, bármennyire is fájó, ez a nap egyébként mi megérdemelne még egy izgalmas meccset, de egy izgalmas meccsünk volt, egy nagyon izgalmas, meg azért volt egy pár jó megmozdulás, de mára ennyi lesz. A PUBG. 10 óra van, holnap reggel happy hour. Ami a lényeg. Jaj, itt lemaradtam, várjatok már kicsit. A pilla, basszus, várjatok, várjatok. Prototaget támogatom, szerintem jó pontozás lenne az első 20 játékos 20... Ja igen, ezt olvastam. Külön díj... Amúgy a legtöbb kill gyűjtő embernek adnék Amenó külön díjat. Vagy Amenó Tiger külön díj, valami basszó neve lehetne. Proto, ez jó ötlet egyébként. Explode. Kéne egy olyan kupa, ahol a killszám szorzóként szerepelne, na akkor lenne öldöklés, epic lenne. Explode, nem rossz ötlet, nem rossz ötlet, azért ez a szorzó az erős, mert mondjuk egy ilyen 15-szörös, 15 kill is előfordult akár egy embernél, vagy ilyen 10, az elég erős, de, ja, értem a lényeget. Cleaver, köszi szépen neked is, ásványvízre a nagy melegben a tigris is kiszárad, imádom a PUBG streameket, leköt, amíg várok. Az Xboxos megjelenésre. Cleaver, köszi szépen, köszi szépen. Azzal kapcsolatban nem hallottam most túl sok jót egyébként, Cleaver, sajnos. Úgy volt ugye, hogy valamikor novemberben, vagyis ez volt a pletyka, hogy november körül jön az early, hát early access-szerű cucc. De most amiket írtak a PUBG partner Discordon, az alapján nem hiszem, hogy jön. Úgyhogy nem tudom. Ez rossz hír, tudom. Mármint főleg az Xboxosoknak, de szerintem még ez tolódik. Koizmed, a tűzoltók már úton vannak feléd, nagy erőkkel, Jani. Kösz. Morsi, köszi szépen a feliratkozást, Morpheus, köszi szépen neked is a feliratkozást. Elliot, neked köszi szépen a 7 hónapot, a tier 2-es 7 hónapot, haver, nagyon szépen köszi. Mr. Gabber, uramisten, hát micsoda pillanat, üdv mindenkinek, csak bekukiztam, ezt is megértük, és remélem még jóval többet. Jó játékot, Jani. Mr. Gabber, nagyon szépen köszi a 8 hónapot, köszi. Köszi, köszi. Láttam tegnap a debreceni találkozóról a képeket, és láttalak téged is, Mr. Gabber, úgyhogy le vagy csekkolva. Ganofar Pakli, hi! M416 vs. Scar L. M4 Power-en kívül minden jobb, mint a Scar-é. Aha. Power-ig ugyanaz, és az M4-re a váltámaszt is lehet pakolni, stabilabb lehet. Aha. Logikus egyébként, Galofor.
Jaja. Smaldövön van, köszi szépen a két hónapot. Köszi, jó volt vasárnap este, nem is kell jobb. És Lengyel B. az utolsó pillanatban megérkezik. Üdv természetbarátok! A tigris ma különösen vérszomjas. Szinte követhetetlen sebességgel fedezi fel a környéket, és kutatja fel azokat az eszközöket, amikkel sikeresebb lehet. A nyílt mezőre is kimerészkedik, holott ösztönei sugják neki, hogy ott nincs biztonságban. Abban a másodpercben, amikor meglátja az ellenfeleket, kis csoportját, képtelenség megállítani. Kitör, és iszonyatos erővel csap le rájuk. Ezeket a vérengzéseket csak erős idegzetű nézőinknek ajánljuk. Basszus, csak most értem haza. Lengyel B, nagyon szépen köszi, hogy itt voltál, és megírtad ezt is. Semmi gond, nagyon szépen köszi. Nagyon szépen köszi. Na, srácok. Szóval ennyi volt már a PUBG. Azt sajnálom, hogy tegnap nem streameltem egyébként. Tegnap éjszaka játszottam egy kicsit a játékkal, és... Na mindegy, szóval... Szóval nyertem egy ilyen squad elleni kört, és fel se vettem, úgyhogy mindegy, nem is akartam elmondani, bassza meg, mindegy. A kurva életben, hogy azt nem streameltem le, mindegy. Na, srácok, tényleg ennyi volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan itt voltak úgy is, hogy bejelentetlenül így este elkezdtem streamelni. Úgyhogy... Nagyon szépen köszi mindenkinek, aki itt volt. Köszi szépen ma is a támogatást, srácok, igazán nem kellett volna, de nagyon szépen köszi. Holnap reggel találkozunk a Happy Hour-ben, ami nagyszerű lesz, és jövünk a Minden Királyabb livestreamekkel. Kedden pedig, aki érdekel, akkor velem lesz egy ilyen Jani Holmes-os, nyomozós, cyberpunkos krimi story, az Observer. Azzal fogunk játszani délután, az lesz még, szerdán pedig folytatjuk a mészállást. Még nem találtam ki, hogy mi lesz a pontosan a terv szerdára. Régen volt már custom game is. A fene se tudja, meglátjuk, kitalálom szerdára mi lesz. Lehet összehozunk valami nagy squadot. Ilyen squad teamet. Az kéne amúgy, ja, lehet. Most gondolkozom rajta. Lehet, hogy Nessali barátomat felkeresem. Meg Azmót, meg Noist. Na, meglátjuk. Szerdán minden legyen, Mezoflexion minden lesz szerdán. Jól van, na, nem húzom tovább az időtöket, srácok. Köszi szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Jön a zene, Monster Cat is real. Mi a zene? Monster Cat a zene. Úgyhogy jön a zene. Sziasztok, srácok, jó éjszakát mindenkinek. Szerbusztok.